A7 vagy B7, szinte mindegy. A középiskolákban legtöbbször 3-4-8-kor kezdődik a tanítás, és 4-5 ritkán ér véget. Ezeket az órarendeket a független diákparlament gyűjtötte össze, még a tanév elején. Egyszer 9 óra, kétszer 8, egyszer 10. Tasi Zsuzsi most 11-es, eddig szakgimnáziumba járt, most azonban váltott. Esti gimnáziumban tanul, így nagyjából fele annyi órája van, mint eddig volt. 6, maximum 7 óránál nem szabadna többnek lennie, mert egyszerűen annyira le vagyunk terhelve, hogy ez, annál többet nem, nem bírunk. Tananyagcsökkentés, kevesebb óra, évek óta ezt követelik tanárok és diákok is. Korábban ígéretet kaptak arra, hogy a 2017 óta készülő új nemzeti alaptantervben ezt is szabályozni fogják. Tavaly decemberben azonban Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy nem lesz új alaptanterv, csak módosítások az oktatási tárca javaslatai alapján. Olyan mértékű változtatásokat Változtatási javaslatokat az általuk anyag nem tartalmaz, ami egy új nemzeti alaptanterv elfogadását indokolná. Három nappal később az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményt adott ki, hogy mégis komoly változtatások lesznek már a jövő tanévtől, azaz 2020. szeptember 1 -től. A kormánypárti magyar nemzet a minisztériumra hivatkozva ma részleteket is közölt. Módosul a tantárgyi struktúra és korszerű pedagógiai módszertan kerül előtérbe, nem vezetik be a kilenc éves általános iskolát, de az óvoda és az első osztály között lesz előkészítő. És ezen túl nem a kötelező minimum óraszámokat írják elő, hanem a túlterhelés elkerülése érdekében a maximumot. A pedagógusok szakszervezete szerint az új tantervhez átdolgozott tankönyvek kellenek, amelyek ilyen rövid idő alatt nem készülnek el káosz, óriási, és megint a gyerek a kísérleti nyúl, élesben fogják kipróbálni rajtuk azokat a tankönyveket, amelyek még meg sem íródtak, de szeptembertől eszközként kell használniuk. Kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, azt írták, ahogy Gulyás Gerge is mondta, nem lesz új nemzeti alaptanterv. A mostanit módosítják, amit új tanügyi szabályozásként vezet be a kormány, annak tartalmát később közlik.